A múlt folyamatosan itt van velünk, csak éppen sose tudjuk pontosan, hogy mi történt régen. A Granny Projekt című film pont ezért zseniális, mert teljesen szabadon kapcsolja össze a múltbéli nagy történelmi eseményeket a családi sztorikkal. Három fiatal filmes, egy német, egy angol és egy magyar összegyűjtötték a nagymamáikat, és játékos formában vizsgálták a múlt hatásait a jelenre. A magyar nagyi unokája, Révész Bálint, a film rendezője, aki a Granny Projekttel sorra nyeri a világ nagy dokumentumfilmfesztiváljait. És a film, hiába dokumentumfilm, annyira jó, hogy a magyar mozik is be fogják mutatni júniusban. Itt laksz? Hát, igen. Remit nőttél fel? Nem, én Csillaghegyen nőttem fel, Észak. Ó, hát az viszont, én is észak-budai vagyok, hát ez lakótelep vagy családi ház? Családi ház. Más választásod nincs? Igen. Ott ilyen szintű házak nincsenek? Nincs, de itt szocializálódtam sokat a városba. Tehát úgy volt, hogy amikor elváltak a szüleim, akkor az apámmal költöztem, és akkor laktam egy 2 évet, aztán meg tini koromban sokat voltam, ugyanabban a lakásban, ott gangsterkedtünk. Okay, you ready? Ball. Nazis. No. Yeah. You're the backup for the Nazi backup. It's ball again. You have to stand up. Jó, hát ez egyik legizgalmasabb kerület, ez nem kérdés. Hát meg most kezdődik, most jön föl. Did you get me? We got the Nazi, we got the Jew, we got the Jew, we got the Jew. All right, you're coming to the concentration camp. Come on! All right, all right. És mikor voltál utoljára itthon? 5 hete. Ez érdekes élet lehet, ahogy így jössz-mész a világban, és időnként ledobod a horgonyt itthon. Végre újra itthon vagy. De szeretsz egyáltalán itthon lenni? Én nagyon szeretek itthon lenni. Igen, te nem az a fajta ilyen nagyon utazós, nyüzsgő lélek vagy, aki ha otthon kell ülni a lakásba, akkor elkezd unatkozni? És hát változó. Kávé jöhet? Kávé jöhet, abszolút. Jó. Ez jó, ez a... Az az enyém. Ez Humphrey Bogart, ezt sose gondoltam volna. Hát ha valaki egy klasszikus filmsztár, az ő. Ehhez képest azért neked a filmhez való viszonyod sokkal kísérletibb és lazább. Nem? Nem, ez az anyámtól van. Ez meg a bátyámtól. Ezt várom el tőle. Igen. Ez a minimum. Szereted a Humphrey Bogartot? Foglalkoztál vele bármikor? Nem. És ez mit, kicsoda ő? Ő a ükapám, Fülöp. Ő, ha minden igaz, Békés Csabai járási orvos. Várom, hogy mikor kopaszodok meg, mint az apám. Azt akartam mondani, hogy olyan érdekes az ősöknél, hogy megnézni, hogy hasonlít-e a gyerek még, vagy sem. Révész Fülöp és Révész Bálint? Semmi hasonlóság nincs. A hátam is szőrösödött meg rendesen, úgyhogy más stádiumban vagyunk. Igen? Igen. Miről szőrös hátú volt? Hát az összes mindenki szőrös hátú. A révészek azok szőrös hátú? Igen. De ez hol készült? Ez Hot Dogs, Toronto. Ja, itt voltál most? Igen. És ott nyertetek is? Nem, ott nem nyertünk, de ott az nagyon izgi volt, ez egy nagyon jó fesztivál. És... Ja, itt vagytok, igen. Igen. Granny Project. Ez pont az angol nagymama, az angol fiúval. Igen. Zan, can you tell me the story of when you shook hands with Hitler in Rome? Yes, okay. It was in Italy before the war, because my father being an air attaché there. Hello. And we once went to review by Mussolini of his troops, and Hitler came onto the thing, and it was a little bit early for the review to begin. And so the man was desperately looking around for somebody to introduce him to. He introduced him to my father. Mm. And his hair, we should look back in photographs, was really quite blondish, on the blonde side. Velük tartod még a kapcsolatot? Abszolút, abszolút. Csináljuk, dolgozunk együtt is. Bálint Révész. De olyan érdekes, ezt a filmet bár hárman csináltátok, de alapvetően te jegyzed? Tehát te vagy az, aki járja a világot, vagy te vagy a rendező és kész? Hát együtt kezdtük el, és akkor hosszú éveken keresztül fejlesztettük, meg szenvedtünk vele, és aztán így igazából bennem megmaradt a momentum, és végigvittem, és akkor
olyan harmadik, negyedik évben így a srácok így már, így, már nem tudtunk belerakni, vagy már nem tudtak több energiát belerakni. Elsodort őket az élet. Igen, és akkor én meg volt egy vágónőci a kis Marci Berlinbe, aki beszél angol, németül, magyarul, és ővele fejlesztettük még egy másfél évet, és akkor úgy utána kaptunk pénzt itthon a film alaptól. Hány év van ebben? Ez hét év. Hét év, mire egy ilyen dokumentumfilm elkészül? Hát ez a dokumentumfilm 7 év volt, igen. Azt az egy kemény. Ja. Ja. That's quite hot now. Mindig is szerettem a filmeket, az anyukám sebbel foglalkozott, tehát nagyon sokat voltam díszletbe kiskoromban. Anyukád kicsoda? Anyukám Szabó Ildikó, filmrendező. Aha, meg jelmeztervező is volt, meg színészként indult ő is. És akkor te gyerekkorodban már mentél vele forgatásokra? Hát voltam sokan, igen, sok forgatáson voltam. És mit csináltál ezeken a forgatásokon? Te megfigyelő voltál, vagy már munkát is kaptál? Hát lógtam, meg így néztem a dolgokat, meg ott szórakoztatok. Én a sofőrökkel általában, a sofőrökkel nyomulgattam. Volt egy kedvenc sofőröm, és vele nyomulgattam. És mi egész napot beszélgettetek? Hát nem, ő csinálta a dolgát, és akkor én ott ültem mellette, és dumáztunk, ja. De miért pont a sofőr tetszett? Nem tudom, vele barátkoztam össze. Laci. De te most honnan jöttél? Én most Indonéziából jöttem, de ott is volt. Tehát most volt egy nagy körút. De jó, az a Taiwan is. És miért pont Ázsiában voltál most? Voltam egyrészt forgatni egy doksit. Milyen doksit? Az új nagy álmunkat, amit reméljük, hogy tudunk finanszírozni. De kinek a nagy álma? Egy antropológus srác, akivel már évek óta együtt, vagy így sokat találkoztam, meg így részben dolgoztam, ő talált egy sztorit, és azt így kibővítettük, és abból most kerekedett egy ilyen elég nagy ilyen koncept dokumentumfilm, ami az olimpiáról, 2020-as olimpiáról, meg az egész olimpiai hisztériáról, meg a pénzmosásokról szól. De hogy akkor ez Japán? Japánban lesz? Tokió 2020. Vagy egész Ázsiát érinti? Nem, hát két főszereplő, az egyik az egy őslakos, indonéz őslakos. A másik meg egy japán sportoló. Igazából az a cél, hogy ezt... Az egész olimpiai ilyen hype-ot, ami most már így az olimpia körül, most már nem tudom, harmadik, negyedik alkalom, hogy bizonyítottan tényleg tönkre teszi azokat az országokat, amik, ahol megrendezik, és van 5-6 nagy ilyen corporate, nem tudom, nagy cég, aki igazán sok pénzt húz belőle, és amúgy meg halnak meg emberek. Tehát ilyen agyatlan az egész, tudod, hogy ilyen nonsense. Ezt hoztad? Igen, ezt hoztam Taiwanról. Ezt a repülőtéren az egyik étkezdéből. De ez micsoda? Ez egy levéses. De ez olyan, mint hogyha Magyarországon járna egy Ázsia és venne egy ilyen fából forrult, ilyen pörkölt szaftkas, kóstoló üdőt. Ez nem olyan, tudod, nekünk volt gyerekkorom, Mátrából hoztuk, fából kis fokos. Ki volt téve gyerekkorunkban, ez nem olyan? Vagy azt nézd, azt a sámét. Az a sámét az a legjobb. Ez is ilyen. És ez honnan van? Ez Szentendére egy cimborám nagymamától, akinek eladták, vagy meghalt, és utána kellett mindegy, és ő megtartott, és ezt én meg elkértem, és odaadták. De az azért látszik, meg érződik, hogy te szereted a tárgyakat. Tehát, hogy odafigyelsz, hogy ilyen lazán nyugiban, de azért a pólód is nagyon ki van találva. Nem. Azért szereted, hogyha valaminek van valami minősége, vagy jelentése. Ezt most kaptam? Ezt most kaptam a törzsi nénitől. Milyen törzsi nénitől? Akinél voltam. De ez indonéz? Aha, igen, ez egy indonéz őslakos. Illetve nyilván nem az, most már ez ilyen valami, biztos van benne műanyag. De minden, ezt ott kaptam, amikor megáldottak, hogy az ősök vigyázzanak rám az erdőbe. Köszönöm.
De hol van a izé? Hol a szűrő? Ez nem fog túlélni? Akkor azt leveszed? Lehet, hogy Indonéziában gyorsan főzik, de nálunk lassabban. Ezeld? Kösz. Hello. Hello, srácok. Se van, menjél. Hello, a Pannonian Studio. Ez itt ki van érve? Ciao. Hello. Hello. Szia, Balóka. Jó, ez azért, ez a Pannonia Film Studio, te régen voltál itt? Tehát itt voltak a szinkron? Nem, én akkor még nagyon picike voltam, és amikor még ennek az ős ideje volt, és most újra élet két évvel ezelőtt ez az újra egész. Ilyen filmes tudszok vannak itt? Abszolút, tele van filmes cégekkel az egész épület. A nagy projekt is itt lett vágva, hogy befejezve. Igen. Meg a hangot, a zenét is itt játszottuk föl. Ez egy ilyen régi filmvágó. Egyébként érdekes, ezt én egyébként sajnálom egy picit, hogy ez eltűnt, nem? Tehát te, mint filmes, nem sajnálod, hogy egyre kevesebb az anyag? Én nem ismerem ezt, úgyhogy én még hát nem én sem ismerem. Amikor a Jeles Andrásnak vágtam a filmet, akkor egyszer hátrafordult, és azt mondta nekem, hogy tudod, Szacsa, ez az evides vágás, ez körülbelül 80-szor gyorsabb, mint a vágóasztal. És körülbelül az van, hogy ezt vágtuk a Bolóval egy fél évig ezt a filmet, számítógépen. Hát, hogyha így vágtuk volna ezen az asztalon, akkor körülbelül 80-szor addig tartott volna, tehát mi mindig dolgoztunk volna. Rá. Mennyi tekerszett volna? Ilyen egész teremnyi? Hát így az egész folyósó tele lesz. Tele lenne a nagy projekttel? Ez mi az, amit most beraktál? Hát ez az eleje így kezdődik, amikor a három kis manó megpróbálja áttörni a jeget. El is gondolkodtam, hogy ez egy trükk, hogy egy hatalmas üveglapot... Uh-huh. Nagyon sok pénzért vettünk egy nagy üveglapot. Megszíneztetek, vagy hol, hogy csináltátok? Nem, ez véletlen egy vidéki kastélyszerű, ilyen nagy házikónak az egyik reggeliző parkjában. Tehát az egész terasz üvegből. Ja, és lehetett rajta ugrálni. És lehetett rajta nagyon vastag, és alulról is lehetett venni. De az egész film egyébként így készült, hogy nem volt fix forgatókönyv, hanem évről évre fejlesztettétek? Hát igen. A film nagy része az utolsó évben forgott, az utolsó másfél évben. Akkor volt az intenzív nagy forgatás, amikor már finanszírozva voltunk. Hát jó ott a címe. Igen. Igen, nagyon sok ilyen improvizatív rész volt. Akkor vágóként tulajdonképpen nehezebb megvágni, nem? Egy dokumentumfilm, egy játékfilmet. Sok szempontból sokkal kreatívabb egyébként egy dokumentumfilm vágása. Sokkal több mozgásteret ad a vágáskor, sokkal játékosabb, sokkal nagyobb változásokon megy át az anyagvágás közben, mint egy játékfilm. Tudom, amikor egy nagy kőből lefaragod, és az a végeredmény, vagy meg kiöntöd előre? Uh-huh. Hát a Bolóval nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, szóval egy... Boló? Boló. Bálint. Boló a neve? Bálint Boló. The nice friend in that party who came from Hungary. Yeah. What was his name? Well... You're him. You were the same man. Yeah. Volt Bari is, de Boló maradt meg, nem tudom, középiskola. Boló? Nagymamád is Bolónak hív? Nem, az csak utószinkron. Ő hogy hív? Bálint. Mint egy rendes nagymama. És akkor ugye ez a film, ez hogy áll össze? Van három nagymama, és van három unoka, és van három nyelv. Igen. És kinek volt ez az alapötlete, vagy hogy kezdődött az egész? Ez egy iskolai feladat volt? Nem, ez úgy volt, hogy én első éves voltam, és akkor első-másod év között elmentünk egy... Hát első éves voltál hol? Egyetemen, Angliába, Brightonba, ott tanultam, és ott vagy a nyári szünetben elmentünk egy ilyen workshopra, Szerbiába egy rövidfilmet csinálni, és ott meséltem nekik arról, hogy én már hónapok óta forgatok a nagyanyámmal, és meséltem a sztori erről, és akkor ők előhozták, hogy nekik is nagyon izgi kapcsolatuk, meg történeteik vannak, és akkor ott kitaláltuk, hogy ebből kell csinálni egy filmet, mielőtt meghalnak. És ki lehet keresni egy képet, hogy először megnézzük a három fiút, akiből ugye te vagy az egyik? Aha, persze. És akkor bemutatnád őket, hogy ki kicsoda? Később. Ott vagyunk három. És legyen itt a temető? Aha, ez jó. És akkor így van, hogy ez a... Itt mutasd, itt nagyobb. Igen, itt van ez az angol srác. Ő neki volt a nagymamája titkos ügynök, aki ilyen Hitler, meg Churchill, meg ilyen elég
komoly diplomáciai körökbe mozgott, az ő a német srác, aki igazából fél német, fél angol, beszél németül, meg a nagymamájával németül beszél, meg nagyon sok időt töltött. Tehát van egy német identitás is, de hogy és igazából azt fedeztük fel, vagy azt bontottuk ki a filmben, ezt, hogy ebben, tehát azért nem akar, vagy nem fogadja el, vagy nem akart elfogadni, hogy voltak ilyen nehézségeivel, és ennek a része volt talán a film, ahogy ezt így kibontottuk, vagy a... Tehát egy terápia volt? Abszolút terápia. De ez terápia volt mind a hármatoknak, meg a három nagyinak is, vagy ez... Szerintem mind a háromnak, a három nagyinak, de leginkább nekem, vagy legalábbis így azt, amit, vagy intenzitását tekint, ez nekem nagyon nagy terápia volt analitikussal. Itt üldögölni. Ja, mert kacsapod? Igen. Ja, mert közben ment a, beindult a pszichiátria, hogy megbeszéltetek a filmen, hallottak? It's good actually, it's quite good like forcing yourself to think about this. It's good to think. Yeah, it's good to think. Hogy van? És akkor ez a német nagyi, ő a Gudrun, ő müncheni, ő az oxfordi nagyi, az angol, és meg a magyar nagy, aki pesti. És mind a három nagyi nagyon lelkes volt? Egyből elfogadták, hogy ti filmezni akartok velük? Aha. De jól vették, meg nem volt olyan esélyük, hogy azt mondják, hogy ne. Hát igen, de ez csak akkor igaz, hogyha ilyen szerető, jó családban él az ember, nem? Szerintem minden családban vannak csontvázak, az övékben is sok, a miénkben is. Csontvázak igen, de azért, hogy a kommunikáció minősége milyen, hogy beszélgetnek-e egymással az emberek, az egy másik kérdés, igen. És itt úgy tűnt nekem, hogy itt ebben a filmben, hogy itt az unokák nagyon könnyedén beszélgetnek a nagyikkal. Igen, mert ez az egésznek a... Tehát ezért volt jó ez a hosszú 7 éves tréning, mert itt azért nagyon sokat fejlődtek abban, hogy hogyan beszéljenek, meg mi az izgalmas vásznom, mi az izgalmas nekünk, meg hogyan mondják el azokat a sztorit, tehát hogy hogyan foglaljanak össze egy történetet. Ezért volt nagyon egészséges ez a hosszú idő. Amikor elkezdtük a filmet, akkor igazából leginkább azt tudtuk, hogy mit nem akarunk. És ez mi volt? Nem akartunk egy holokauszt filmet csinálni, mert hogy az már van. Tehát igazán ez az unoka nagyszülő közötti ilyen transzcendentális viszonynak a feldolgozása. És az volt az izgi, amikor ezek megtörténnek, ezek a nagyszülő unoka közötti pillanatok. És erre koncentráltunk, vagy fókuszáltunk, és akkor emiatt csomó minden nem fért bele a történeteikből. De nem is, szóval nem is, ez nem egy, szóval nem is csak a történeteikről szól ez a film, hanem róluk, meg igazából rólunk szól ez a film. Tehát és végül is, tehát egy kicsit úgy más lettél az évek alatt? Végre, hogy más viszonyba kerültél dolgokkal kapcsolatban, akár a saját családoddal kapcsolatban? Igen, talán. Hát sokkal őszintébb vagyok, meg sokkal kevésbé játszok ilyen szerepeket, ilyen perszónákat, vagy nem tudom miket. Meg olyan egyet, szóval most minek kerekíteni, meg minek szépít, vagy minek elbeszélni egymás mellett. Paolo's grand Livia used to play as a teenager. This is where she was in the ghetto. She used to have to live in a flat with four other families. It was pretty intense, I think. And then she got taken to Dachau concentration camp. On the way, she tried to escape at Kimano, which is where we're going tomorrow, which is exciting. Wait, come back in. És a nagyik nem csodálkoztak azon, hogy nem esett nehezükre, hogy ti azért egy ilyen viccel, humorral átszőtt hozzáállással álltatok ezekhez a régi nagy traumatikus történetekhez. Nagyidnak egy Legót rakszod, vagy mi az egy kis kocka? Domino. Erre hogy tudtad rávenni a nagymamádat? Kicsit visszaveszed a... Legóztunk. Vagy mi? Dominoztunk. De hogy tudtad rávenni? Mert azért... Nyilvánvalóan ebből a generációból pláne van egy-két olyan ember, aki ilyen humorokban nem menne bele. Igen, de ő belemegy. És a többi másik két fiúk filmesek? Igen, az egyik, ő színész. Ő az angol, most is színész? Aha, színész, meg ilyen alternatív színházi dolgokat csinál, ilyen immersív theater, ami ilyen kísérletező színházi ott cuccokat. És ő meg operatőr. Ő meg most már egy elég... Akkor ő mégis filmes lett. Igen. Ő meg tökre befutott most bonobó klipeket, meg Radiohead klipeket forgat.
Aha, akkor ő Angliában él? Aha, mind a ketten Londonban élnek. És mi volt, Szatya, mi volt a fő kérdés? Te hogy emlékszel vissza, hogy összeálljon a film? Vagy volt a Bálintnak egy tiszta koncepció, hogy miről kell összeálljon ez a film? Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor szinte kb. Másfél hónapon keresztül nézegettük az anyagot, beszélgettünk róla, akkor például hozott a Bálint Eszterházitól ilyen hangos könyvet, azt betettük, és akkor meghallgattuk, és így inspirálódtunk, egyszerűen kerestük a hangulatát és a látásmódját ennek az egésznek, és kb. Másfél hónapon keresztül napi 10 órában beszélgettünk az anyagról, és nézegettük. De akkor még nem is vágtatok? Nem. Bejöttünk reggeltől estig, nézegettük a forgatott anyagot, és beszélgettünk. És pakoláztuk, írogattunk jegyzeteket, az anyagba kerestünk ilyen útvonalakat, tettünk azokhoz megjegyzéseket, kezdtük el struktúrálni, és utána, körülbelül egy-másfél hónap után egyszer csak elkezdtünk vágni, és akkor viszont valahogy ilyen döbbenetesen gyorsan elkezdtek így valahogy így összerendeződni a dolgok. Mi az, ami téged a legjobban megérintett? Szóval, hogy az egész? Hogy volt kedvenc nagyid? Ez a film szerintem azért zseniális, mert elképesztően vaskos témákhoz nyúl, iszonyul az a csuklóval. Szóval, hogy olyan nagyon mélyen rögzült, neurotikus, ilyen gubokat kezd el nagyon finom könnyedséggel kibontani, olyan megközelítéssel, úgyhogy olyan válaszokat ad, ami nagyon meglepő és őszinte. Elmondjátok, hogy a három nagymamának mi a nagy történés, ami miatt... Tehát itt abban a német. Neki mi a múltja? Neki az a múltja, hogy kis 4-5 éves kislányként imádta ezt a nagy grandiózus, klasszikus körítést a harmadik birodalom világában, és egyszerűen énekelt a dalokat, mert be volt izgulva. Te volt, mint a kommunizmusban, mint úttörő, vagy valaki, aki... Érted, kis tök vagy, minden, egy nagy parádé van, azt imádod. És akkor utána, ahogy szépen lassan így komolyodott a dolog, és kiderültek a borzalmak, akkor így azért úgy elszégyelte magát, és ez a szégyen, meg ez a hogy mondjam, ez a ellentét nem oldódott fel igazán soha. Tehát benne. Egy német, aki kvázi volt náci is, meg nem is, de hogy nyilván ez egy nagyon nem vagy náci. Négy évesen nem, de a családjában voltak mások, akik... Volt, ilyen ők vallástudós volt a nagypapa. Ő ez a bácsi. Aha. Ő a nagypapa. És ez még a boldog békeidő. Ez 1800-as évek vége. Igen. Amikor ők még csak németek, és a német az olyan azt jelenti, mint hogy francia, angol, bármi, nincs megterhelve a történelem által. Hát ott azért, ott már elindult, tehát egy olyan vaskos, ilyen kulturális ballasztja volt a német kultúrának, hogy ott azért ott kereste a helyét ebbe a megnyomorított ilyen kolonialista világrendbe. Na de és akkor van ennek egy csúcspontja, mondjuk a második világháború, és akkor ez a nagyi, ugye ő német szemszögből élte meg. Igen. A második világháború. Van az angol. Igen, ő egy ilyen elit diplomata családnak volt a sarja, ahol a papa Churchillnek volt a légi attaséja, meg Rómában nem tudom hány évet állomásoztak, stb. Tehát, hogy nagyon benne volt ebbe az ilyen elit körökbe, és akkor ott állt, hogy Hitlerrel, Mussolinivel, Churchillel, stb. És ő ebben szocializált, aztán kódfejtő lett, az apuka berakta a kódfejtőkhez, és aztán hozzáment egy katonatiszthez, akiről kiderült, hogy ugyancsak a titkosszolgálatnál dolgozik, és aztán egész életüket igazából ilyen partikban töltötték, ahol leitatták a delikvenseket, és kiszedték belőle az információt. Akkor tulajdonképpen ők kémek voltak? Igen, ott az egész család kém. De nem ez a durva változat, tehát nem vágtál a torkát senkinek később, hát de James Bond, nem. Vagy nem tudjuk. A nagyi nem, a nagypapa ott rendelte szerintem gyilkosságokat, vagy ott voltak csúnyaságok. Igen, ezek az angolok. Ez a nagypapa, igen, tehát ez az angol nagyinak a férje. Ez az angol nagyi? Ez az angol nagyi. Igen, és akkor mutassuk meg a te nagymamádat. És igen, és ő meg hát megélte az súlyos kis borzalmakat, és aztán hazajött, és aztán kommunista lett. Tehát akkor ő egy holokauszt túlélő, ugye? Ezt szoktam mondani, és aztán meg egy szocializmust építő fiatal? Igen. Hát ez az igazi recept, aki haláltáborba hazajön, és egyből belép a kommunista párba.
Hát ez egy tipikus út volt. Igen, de idealista alapon szóval azt gondolta, hogy a világtörténelemben először lehetőség van arra, hogy a társadalmi mobilitás által az elnyomott rétegek kis lehetőségekhez jussanak, és egy világtörténelemben először összeállnak a feltételek ahhoz, hogy ne egy szűk kisebbség uralkodjon a többségen, hanem hogy mindenki hozzájusson a jóhoz és a boldogsághoz. Szóval ő ezt azt gondolta, hogy ez nem kicsit jó, hanem ez olyan brutál, hogy ilyen még nem is volt soha. És végül is, amikor a három nagy találkozott, a filmen ez úgy tűnik, hogy működik, oldódik, ahogy ezt a filmesek elképzelik, és ahogyan a szép mesékben is van, szóval oldódik a helyzet, mindenki mindenkit megért. De a valóságban is ez így volt? Hát... megért, tehát hogy mondjam, túléptek az árnyékaikon is, így nagy vonalon tudtak viselkedni egymással, de hát a saját kereteiken belül azért csomószor nagyon nehéz volt, tehát az angol nagyin, vagy a német nagyinek is, meg a magyar nagyinek is egy nagyon intenzív, hogy mondjam, lelki felkészülés volt, hogy ez most meg fog történni velük, hogy ők találkoznak. És akkor nagyon sokat tudtunk mi oldani a saját karakterünkből fakadóan, meg a világból, amiben bevittük őket, meg egyáltalán maga az a gesztus, hogy egyszer csak belelátnak abba, hogy mi mit csinálunk napi szinten. Amúgy, mert hogy ilyesmi dolgok, tehát már az is egy ilyen izgalom volt. Ez megtörténik, mert pont ez olyan, amit a Szacsa is mondott, hogy közben itt van három nagyi, három régi elfeledett kulturális felállásból, meg mit tudom én, és ti meg annyira nem foglalkoztok. Tehát tulajdonképpen ti mossátok át ezt az egészet. A három, tehát nálatok aztán semmi kérdés nincs, hogy itt ki az, aki győztes, vesztes, vagy ki az, akinek félnie kell, vagy takargatni valója van, vagy stb. Ezek már átalakultak. Tehát ez már nem ilyen... Tehát amikor már átszűrődik így, amit mondasz, a többedik generáción, akkor már nem arról van szó, hogy ezeken a kérdéseken morfondírozol, hanem azok a viselkedés minták, meg azok a gesztusok, amik beléd égtek, és beléd, amiből jössz, azokat meg tudod találni, hogy ezért hetszelődök ezen és ezen a kérdésen, pedig igazából nekem kéne szégyellnem magam egy ilyen teljesen indokolatlan esetben, pedig nekem semmi közön, de mégis így szocializálottam, és ott vagyok egy olasz, egy spanyol, meg két görög között, és sikerül egy olyat mondanom angolként, hogy azért itt megáll az emberekbe az ütőjére, hogy így ezt hogy képzeled. Itt lakik a nagymamád? Igen. Egész gyerekkorodban itt voltam, mindig itt lakott? Aha, és az anyám meg itt lakik egy perc, szóval itt nőttem föl. Akkor ez a te környéked. Leveszem a papírt a virágról. Kidobjuk. Csokolom! Most ne tessék ide nézni, ezt kidobom. Ez így csókolom. Liliom, én is imádom. Megáll az eszem. Szia, Cimbora! Yeah. Szia, Cimbora! Nádas Péter, az a hosszú. Na, az nekem is megvan, de nem tudtam még. Végig olvastam. Igen? Az egy komoly. És jól esett? Jó volt? Nem. Nem. Így nagyon jó volt, de nem esett jól. Igen? De a maga Péter miatt, tehát az író miatt? Nem, van? Nem. Nem, a történetek. Súlyos. Igen. Mondani valója nagyon súlyos. És igen, gondolom különlegesen annak, aki ezeket átélte. És ez mondjuk én vagyok. Többek között. Te jó terítő most, ezek kis kínaiak? A fiam hozta Kínából. De mert a te apukád, már ő is járta a világot? Aha. De miért? Mert mint matematikus. Hát egy matematika kongresszuson volt. Ja, értem. Ott. Te itt szoktál ülni, Lili? Ez a... Ott szoktam, ha televíziót nézek. Ja, azt hiszem, zenét hallgat. Szenekát meg Kantot olvas. Igen? Még megmaradt a... Dehogy is. Dehogy is. Jó, elhiszem. Ha mondtad, egy filozófiát. És mindig ilyen humoros gyerek volt a Bálint? Hát van neki humorérzéke. Van. Szeret szarkasztikus lenni, meg ironikus is. Össze is törném a csontját, ha nem lenne. Tőled mit örökölt, szerinted? Mi az, amiben nagyon rád hasonlít?
ilyen empátia talán, nem? Igen. Talán azt, igen. Tehát a nyomit nem megverni, hanem kicsit inkább viszi befogadni. Na. Úgyhogy de ezért vagyunk veled is egyébként. Ez az egyetlen oka. Igen. Igen, így. Nem. Ezt csak ide berakom, csak hogy legyen itt hely. Jó? Jó. Macskák is tartoznak ide? Hát egy macskám van, de etetek még hármat vagy négyet. Te vagy cimborai, te vagyok. És mostanában ti gyakran találkoztok azért még? Hát én nem vagyok sokat itt. Mármint, hogy a macskával? Nem, a Bálinttal. Most rég nem. Hát amikor itthon van néha, akkor igen. És hiányzik, azért jöhetne többet, nem? Nem, én szerintem mondjuk azt nem jó kifejezés, hogy eleget jön, hanem amikor itthon van, akkor mindig jön. Ja, és az jó. Persze. Igen. De olyan érdekes ebben, lesz ugye a mozikban ez a film, a Granny projekt, Lili néni majd elmegy megnézni itt magyar moziba? Nem tudom. Minden esetre... Én mindig az jut eszembe, hogy ezt nem így kellett volna mondani. Hanem... Ezt nem jól mondtam. Szóval mindig korrigálnom kell magam, mikor látom, ahányszor látom. De nem biztos, hogy valami úgy tökéletes, hogyha olyan makulátlan. Nem tudom. Hát igen, mert az embernek nem olyan egyszerű beszélni saját magáról. De az nem baj. Ez például pont a filmnek az ereje. És könnyen rá tudta venni a Bálint arra, hogy részt vegyen a filmben? Persze. Ez nem volt kérdés? Nem volt kérdés. Nem volt kérdés. Nem. De mit mondott először? Emlékszik rá, Lini? Pénzt ígértem először, aztán... Tényleg, hol a Zsuzsó? Hogy mondjam, rosszul mondom, ha úgy fejezem ki, hogy a Bálintért akármit megtettem volna. De ezt nem ő értetettem. Ezt a film mondani valójá értettem. Uh-huh. Vagy nem csak ő érte, mondjuk így. Hanem a Gázsiért, ugye. Mert marháskodsz ez a... Igen, mikor hát megkérdezted, tízes skálán mennyire vagyunk marhák. Szerinted nagyon hülyék vagyunk? Hát nem olyan nagyon. Nem olyan nagyon? Mennyire vagyunk? 1-től 10-ig mennyire vagyunk hülyék? Hát olyan 5-ig. Az egy ilyen diplomatikus válasz volt, igen. Nem 9-et mondtam. Megmondtam, ugye? De 9 volt. A... Ja, 5-öt mondtam csak. Igen, de 9 lett volna a valóság. Hát mondjuk. Köztetek miért ilyen erős és jó a kapcsolat? Sokat volt itt a Bálint gyerekkorában? Aha. Hát ugye, mikor a fiam meghalt, akkor ő 8 éves volt. Tehát akkor volt egy igen. ilyen az édesapa szerep. Aha. Igen. Hogy, És hát nagyon sokat volt itt. Mondjuk kamaszkoráig szinte naponta. Hát akkor ez egy nehéz, meg érdekes időszak lehetett. És akkor ezek szerint ez egy fontos szerep volt, amit felvállalt hát, Lili néni. Mondjuk úgy, hogy... Mikor a fiam meghalt, az egyetlen, ami életbe tartott, az a feladat volt. How old were you when your dad died? 7. Geez, like, how do you think it's affected your life not having a father? Guess I grew up a bit earlier than I should have. Do you feel like you've missed out? Yeah, big time. Definitely. I mean, yeah, definitely. I've got issues. Oh, that's the one. Gabba, Gabba, Gabba. What question are you going to ask him? Are you still proud? Gabba, are you still proud? Német nagyinál is volt egy intenzív kapcsolat ott az unoka nagyi között, és ott minden nyarat ott töltött a... Igen, csak nem volt ilyen súlyos beszédtéma köztük. Szóval ugye a Ruben számára ezek a dolgok, amik
a nagyanyja előéletével kapcsolatosak, azok nem voltak felfedve. Ugye? Feldolgozva. Mit van? Hát nagyjából azért így sejthető volt, de kibeszélve nem volt. Nem volt kimondva, igen. Nem. Az nem volt. Hát nem beszélve a Maryről. Igen. És ez miért van? Hát a Lili néni olyan sok gyereket tanított meg, generációkat követett végig, nem a gimnáziumban. Hát melyik gimnáziumban volt? Trefort. A Trefortban. És hány évig? 30. 30 évig. Az hány generáció? Hát ez egy 30, sok. Ez sok. Lili néni azért sok mindent látott, nem? Hogy a családok hogyan működnek, hát vagy nem működnek. És van erre valami fajta, nem tudom, tanácsa, vagy javaslata, hogy miért kell beszélgetni a gyerekekkel? Vagy ez a gyerekek dolga is, hogy kérdezzenek? Hát igen. Hát, hogy át tudja az ember adni azt a tapasztalatot, ami felgyűlik egy élet során. Persze teljesen tisztában vagyok vele, hogy nem lehet a tapasztalatot úgy átadni verbálisan egyszerűen, hanem, hogy mondjam, egy hitelesnek kell lenni. Alapvetően téged nem ért megrázkódtatásként az, amit én a filmben elmondtam, mert te ezeket tudtad. Annak ellenére, hogy a saját hülyeségemet is felfedtem, ugye? Saját hülyeség? Mit nevezünk saját hülyeségnek? Hát az, hogy milyen világlátásom volt. Például, amikor a Rozán megkérdezte tőlem, hogy te kommunista vagy? Mondtam, nem. Te antikommunista vagy? Mondtam, nem. Uh-huh. Ez akkor volt, amikor én elmeséltem azt, hogy én egy nagyon nehezen élő szegény családból jöttem, és még az érettségire se lett volna reményem, és hát pehjemre pont a Rákosi korszakban voltam a deportálás után, és én nekem, hát az volt minden, hogy én azt csinálok, amit akarok. Én azt tanulom, amit akarok. És mit tudom én, 5 évvel azelőtt még fogalmam se volt, hogy mi az, hogy filozófia, és a bölcsőszkarra. Tudtam, hát ezt tömegeknek élni, hogy a kornak a jellemzője. Hát persze, persze. Egy olyan mobilitás volt, ami azóta se volt soha. Hát igen, de sokszor ezt könnyebb kimondani, mint mondjuk azt, hogy mondjuk mi történt a lágerekben. Hát ez többféle attitűd van ehhez. Van, aki nem, van ez, ami nem beszél, van az, aki nagyon nyíltan kimondja, van, aki mást mesél, van, aki... Ja, hogy színez, ja, hogy... Vagy átalakítja a sztorit, vagy szóval, hogy ott nagyon sokféle verzió van, hogy az ember nem, hogy ebben hogy tud, meg nem csak egy, most nem konkrétan ez a, tehát, hogy bármilyen ilyen típusú élménye, hogy küzd meg egy elme. Emlékszel arra, amikor a Gudrun, a német nagymama mondja, hogy és akkor lebogtak a zászlók. Igen. És hogy mi, és akkor a Ruben ráförmett, hogy milyen zászlók? Azt mondja, hát a német zászló. De mi volt azon a zászlón? És akkor úgy, mint aki magához tér. Jaja. És ráébred, hogy Horogkereszt volt rajta. Szóval ő neki a saját gyerekkora az egy szép emlék is egyben. Hát persze, hát a nácizmus tulajdonképpen hát a háborúnak és a katonázsának a legteátrálisabb formáját űzték. Tehát, hogy ott az egyenruháktól elkezdve minden egy ilyen, olyan volt, mint egy színház az egész. Szinte. De akkor a Ruben, tehát a német nagymamát, te megértetted végül is, mert veled ugyanaz történt a Rákosi rendszer alatt az 50-es években? Nem, ez így nem... Ezt nem lehet átfordítani így? De tulajdonképpen ez teljesen analóg. Uh-huh. Szóval ez lehet így is. Nekem ez nem jutott eszembe. De ez tulajdonképpen mondjuk hasonló. Uh-huh. És a két nagymama közül melyik volt a szimpatikusabb nekem? Hát a német. A német? Szóval a Gudrun megértett engem, én is megértettem őt. A
Rozan, akinek az volt a legboldogabb ideje az életében, ahogy ő mondta, amikor ő egy nagy világbirodalomnak a polgára volt. Na most én ezt nem tudom megérteni. Érted? A Gudrunnal igazán összebarátkoztunk. És miért ennek? Biztos van valami oka. Mi az, amit nagyon megkedvelt a Gudrunban? Aznap reggel, mikor első éjszaka ott aludtunk, egymás melletti szobánk volt, és egyszerre jöttünk ki reggel. Mentünk le reggelizni, mert ez a hálószobák fönn voltak, és hát egy olyan konvencionális kérdést tettem föl neki, hogy hogy aludtál? És azt mondta, hogy egyáltalán nem aludtam, és nem bírtam elaludni. Azt mondja, tudod, én ezeket mind tudtam, csak még soha nem beszéltem olyan valakivel, aki ezt végigélte. És ez nekem nagyon jól esett, mert éreztem, hogy őszinte, és nem azt mondta, hogy ő nem tudta ezeket. Végül is értékesebb dolog történt veled is, nem? Mint amire számítottál. Hát az biztos. Az biztos.